Gólyaavatóval zárult a Gólya Hét a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. Mint Tóth Andrea, diák önkormányzatot segítő pedagógustól, tizedikes osztályfőnöktől megtudtuk, a héten szünetekben az iskolában kaptak vicces feladatokat a diák önkormányzat tagjaitól a legkisebb refisek. Ebben volt udvari ügyességi feladat, rajzos, de gyűjtögetős is. Azt gondolom, hogy a legfrappánsabb feladatokról készült videókat és fotókat láthatták a kedves nézők. Különböző sportos feladatok voltak, ilyen kis frappáns, kis ezt kellett keresni a gyerekeknek a fűben, táncos feladatok voltak, úgyhogy próbáltunk megmozgatni a gyerekeket, mert voltak napok, amikor hideg időjárás volt, úgyhogy muszáj volt egy picit megmozgatni őket a levegőn is, de nagyon élvezték, úgy láttuk. A Gólya Hét előtt egy hosszú hétvégén a Berekfürdői Megbékélés házában tartották a gólyatábort, amely jó alkalom volt a diákoknak társaik megismerésére, az osztályközösségek összecsiszolódására is. Azt gondolom, hogy összeszoktak, és ezt szolgálta a szeptember első hétvégén megrendezett vagy megszervezett Gólya táborunk is, úgyhogy mégis annak a következő állomása volt ez a Gólya Hét. A gólyaavató a 9. évfolyamosok vicces fogadalomtételével kezdődött, majd a 10. évfolyamosok vidám műsorával ért véget, amit most a járványügyi szabályok miatt az iskola torna termében rendeztek meg szűk körben. Ahogy elkezdtük a tanévet, mi tanárok, augusztus 20-a után már ugye mi jöttünk dolgozni, nekem az első gondolataim között volt az, hogy behívtam, nem csak nekem, hanem a kedves kollégáimnak is, behívtuk a gyerekeket, és már elkezdtünk ötletelni, hogy hogy legyen, mint legyen. Én a saját nevemben nyilatkoznék, hogy mi egy fix dologhoz próbáltunk nyúlni, egy meséhez, ugye láthatták az előadást, úgyhogy próbáltunk azon egy picit még szépíteni, még pofásabbá tenni, még viccesebbé, még zenésebbé, úgyhogy mi egy fix dologhoz nyúltunk.